Üdvözöllek a csatornámon! Most ismét egy pogácsát szeretnék ajánlani, ami a kedvenc joghurtos receptem alapján készült, ezúttal lilahagymával dúsítva. Egyszerűen elkészíthető, nem kell hajtogatni, a joghurtól pedig lágyá és puhává válik. Másnap is olyan friss, mintha akkor sült volna. A Facebookon is megtalálsz az Edit kedvenc receptjei oldalon, ha van kedved, keresd meg ott is! Kimértem a lisztet, a közepébe készítettem egy kis mélyedést, ahova beleöntöttem 1 deciliter meleg tejet, és belemorzsoltam 25 g friss élesztőt. Rászórtam egy kevés cukrot, majd pár percig pihentettem, hogy az élesztő felfusson benne. Közben apró kockákra vágtam 2 fej lilahagymát. Majd 50 g vajjal együtt megpároltam egy serpenyőben. A lisztes adaghoz hozzáadtam 1 teáskanál sót, 1 tojást, 200 g vajat, 2 deciliter joghurtot, és a megpárolt lilahagymát. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. Viszonylag lágy lesz a tészta, de így a jó. Fóliával letakartam, és 1 órára a hűtőszekrénybe helyeztem. Több időre, vagy akár egész éjszakára is a hűtőben maradhat. Utána lisztezett felületen kinyújtottam. 1-1,5 ónyi vastag mindenképpen legyen, hogy megsülve szép magas pogácsa legyen belőle. Éles késsel bevagdostam a tetejét, és egy 4 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval köröket formáztam belőle. A szaggatásból fennmaradó tésztát összegyúrtam, kinyújtottam és azt is kiszaggattam. Sütőpapíros tepsire helyeztem és hagytam pihenni körülbelül 15 percig, míg a sütőbe melegedett. Tetejét lekentem felvert tojással, majd 190 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt készre sütöttem. Remélem neked is tetszik, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. Ha a többi receptem is érdekel, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen szép napod!